Kötelező győzelmek azok mindig nehezek, mert az ember megcsinálja, akkor megcsinálta és elvárta mindenki. Ha valami pedig nem stimmel, akkor olyan nagyon furcsa dolgok tudnak belőle kisülni. Mi próbáljuk ezt elkerülni, és próbálunk tényleg mindig odafigyelni arra, amit eltervezünk. Fölállt felelni játékba próbálunk új játékelemeket, amellett, hogy a gyors kézilabdánkat próbáljuk továbbra is tartani, sőt még jobban gyorsítani. De emellett természetesen a védekezésre is szeretnénk még koncentráltabban figyelni, ami a Békés Csaba mérkőzésen nagyon jól működött a második félidőben, kiváló kapus teljesítménnyel, de szombaton egy új mérkőzés kezdődik az MTK ellen, és ami eddig volt, az annak vége van, abból lehet építkezni, de mindig új mérkőzéssel új nap kezdődik, és ott kell megmutatni, hogy mit tudunk. És a sok utazás közben végre egyszer lehet hazai pályán játszani, ez mennyire jó? Ez nagyon jó, már csak azért is, mert hazai közönség előtt vagyunk, és tényleg nem kell buszra szállni, mert nem az a jó szó, hogy unalmas, mert meg kell csinálni, és nem az unalom a jó szó, de megnyugtató, hogy most itthon játszunk, és nem kell buszoznunk.